Ő már hozzászokott az emberekhez, nagyon. A tavalyi évben jártunk utoljára itt a Tízváros Alapítvány által működtetett zöldkert Majorban, és hát már akkor is nagy tervekről számoltál be, akkor éppen egy kerítést építettetek, húzhatok föl. És hát most megint itt vagyunk, én úgy látom, hogy igencsak előre haladott itt a munka, hiszen nem akármi valósul meg itt, most már tényleg hamarosan. Igen, hát igyekezünk, bár nem haladunk annyira, mint amennyire szeretnénk. Ez a 2020-21-es év nem volt túl egyszerű év, de hála Istennek, hogy voltak, akik mellénk álltak ebbe a projektbe, és itt szeretném megköszönni Rükné Mező Györgyinek, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatónőjének azt, hogy 15 nyílászárót engedélyezett abból, illetve adott át az alapítványt számára, amiket ott kicseréltek, ezeket felújítottuk, és most ezek a nyílászárók kerülnek be beépítésre az üzembe, illetve a egyéb épületeinkbe. Ezzel hamarosan végzünk, illetve itt a dísztér került kialakításra, gémeskút lett építve, és annak a parkosítása zajlik. Itt különböző közösségi rendezvényeket tervezünk. Erre az idei évre úgy tekintünk, mint egy nulladik évre, tehát eddig úgy működtünk, hogy telefonon bejelentkeztek a családok a hétvégén, vagy akár hétköznap, vagy akár csoportok ki szerettek volna jönni. Időpontot egyeztettünk és kinyitottunk. Jövőre már szeretnénk itt az állatsimogató mellett olyan kulturális rendezvényeket tartani, amit annak idején a Ligetben álmodtunk meg. Akkor úgy látszik, még nem volt itt az ideje, de szeretnénk ezeket itt megvalósítani. Vagyis egy egész napot eltölthetnek itt a családok. Igen, hát most jelenleg ott tartunk, hogy körülbelül egy órás programot tudunk itt az állatsimogató keretein belül a családoknak, csoportoknak biztosítani, de nyilván az a cél, hogy itt egy egész napot el tudjanak tölteni, tehát szeretnénk megvalósítani az iskolakert programot, amit annak idején a gyakorló kertnek neveztek, és Hanó tanárnéni és Hanó tanár úrnak volt ez a nagy szívügye. Mi szeretnénk egy hasonlót itt, egy kicsit modernebb formában, 21. századi keretek között, de gyakorlatilag ugyanazt a szisztémát, hogy a gyerekekkel megszerettetni a kertészkedés, mezőgazdaságot, állattartást, hiszen ennek a régiónak ez a jövője lehet. Említetted azt, hogy a gimnáziumból kaptatok felajánlásként ugye nyílászárókat, viszont én úgy tudom, hogy állatkákat is kaptatok így. Igen, igen, és nem is szeretném tényleg kihagyni, és köszönöm, hogy emlékeztetsz, hogy Tóth János mezőverényi vállalkozótól, aki a Piknik Parkot üzemelteti, és annak a tulajdonosa, ő ajánlott fel állatokat, illetve tárgyi eszközökkel is segítette a munkánkat, és egy jó együttműködés alakul ki. Tehát ez mindenképpen jó a városban élő, turizmusból élő vállalkozóknak is, ha a turisztikai attrakciók a városban, ezeknek a száma bővül. És ebben a Tóth János úr látott fantáziát, és egy ilyen 300 ezer forintos értékben támogatta ezt a projektet. Illetve az alpakák, ugye nem lámák, alpakákat kaptak? Az két hét múlva érkeznek, két alpaka, az még nem érkezett meg, de ígéret van arra, hogy azokat is két hét múlva áthozzuk ide a Piknik Parkból. Igen, és ugye amikor legutóbb voltunk itt, akkor azért bemutattuk, hogy milyen állatok vannak, de azért soroljuk már fel, jó? Mert azért azt gondolom, hogy így mezőberényi szintű településnél nem megszokott az, hogy ilyen jellegű állatsimogató, illetve hát állatpark, már most már valahol az is. Tehát, hogy ennyiféle fajta állat van. Igen, és ezt még szeretnénk bővíteni, tehát területünk adottságaink, hála Istennek, megvannak hozzá. Szamarak vannak, lovak, póni és nagyló is, nyulak, kecskék, juhok, na most hirtelen nehéz összeszedni,
disznók, sertések, és szeretnénk bővíteni, tehát 2 hét múlva érkeznek az alpakák, illetve még más állatokat is szeretnénk beszerezni, tehát a területi adottságaink jók, megvannak hozzá, lehet bővülni, igazából csak az anyagi eszközök, hogyha rendelkezésre állnak, akkor ezt tudjuk bővíteni. Igen, és említetted azt, hogy egy közösségi tér alakul ki itt. Ez azt jelenti, hogy itt büfé fog üzemelni, le lehet ülni, már láthatjuk is, hogy az asztalok meg a székek kint vannak. Igen, tehát nekünk ez régóta nagy terv, nagy álom, hogy egy olyan családi szabadidős teret kialakítani, ahol a családok egy egész napot úgy el tudnak tölteni, hogy igazából nem fogynak ki a pénztárcájukból, tehát ez nem arról szól, hogy itt óriási pénzekért idejöhetnek kikapcsolódni, hanem sokkal inkább arról, hogy egyrészt a gyerekek számára egy olyan víziót kaphassanak, ami egy kicsit a telefonok, okostelefonok világából kiragadja őket, és természet közelhez, állatok közelségé, tehát mindenképpen jó impulzusokat kapjanak a való világból. Ezt hát nagyon bízom benne, hogy sikerül olyan lehetőségeket, forrásokat találni, amiből a kalandparkunkat is meg tudjuk csinálni. Hátul az üzem mögött van 3,5 hektár terület erre, ahol szeretnénk egy olyan kalandparkot létrehozni, ami szintén az állattartást járja körül, és egy ilyen nagyon inspiráló, nagyon szórakoztató módon a gyerekeket leköti, és a figyelmüket erre a területre irányítja. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeink, én tudom azt, hogy nagyon fiatalon kerültem állatokkal kapcsolatba, és ez azóta is óriási hatással van az életemre, mert azóta is folyamatosan voltak állataink, és engem, mint gyereket, nagyon megragadott ez az élmény, és azt gondolom, hogy ez más gyermekek számára is hasznos lehet, és talán segíthet abba is, hogy a gyermekeinket később felnőve itt tartsuk ebben a régióban, mert akár a mezőgazdaságban, akár az állattartásban, akár a turizmusban igenis van lehetőség, amit ki lehet aknázni Békés megyében. Hát így legyen. Egyébként itt belépődíjas lesz ez, vagy ez hogy fog zajlani? Ez az alapítványnak a cél szerinti tevékenysége, tehát ez teljesen ingyenes formában működik. Nekünk ebbe tehát emögött igyekeztünk olyan vállalkozói formát létrehozni a pellet üzemünkben, ami biztosítja ennek a működését, illetve talán a későbbiek során a fejlesztéseket is tudjuk belőle biztosítani. És akkor ez hogy van, mert ugye említetted azt, hogy csoportok már jártak, illetve járnak ide ki, de hogyha mondjuk valaki egyénileg a családjával szeretne kijönni, akkor az hogyan tud ide kilátogatni? Facebookon megtalálják a telefonszámomat, telefonon időpontot egyeztetünk, és kijönnek, és én végigvezetem őket, tehát tulajdonképpen most így ez a program, de mondom, jövő tavasszal már mindenképpen szeretnénk azt elindítani, hogy egy nagyobb, átfogóbb dolgokat, tehát közösségi programokat, akár koncerteket, hát bízom benne, hogy egyszer még a 100 tagú cigányzenekart is ide tudjuk hozni, tehát itt a természetben ez azt gondolom, hogy egy óriási élményt jelentene az ide látogatóknak. Na, hát új központja alakul ki Mezőberénynek, már mi a szórakoztatás jelenti, meg hát a kulturális kikapcsolódás. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok az eddigiekhez, és akkor kíváncsian is izgatottan várjuk, mert hát ugye én is kisgyermekes szülő, hát izgatottan várjuk, hogy ez tényleg úgy valósulja meg, ahogy ti azt megálmodtátok. Igen, hát ehhez még sok mindent le kell tenni az asztalra, de igyekszünk előrébb jutni. Most kifejezetten erre a projektre koncentrálunk, tehát szeretnénk ezt 2-3 évben belül olyan minőségben létrehozni, ami szerintem a város hasznára lesz mindenképpen. Most nem. Ha jönnek gyerekek, akkor ő tudja, hogy jöhet ide, és akkor körbeállják, simogatják, de most nem.